Szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vannak, és ez egy kicsit ugye az előadót feszülté is teszi, mert hát nagy a konkurencia, gyönyörű idő van, bóintezet előtt húzzák fel a kocsmát, tehát több olyan dolog van, ami ugye kicsit még esetleg már konkurens rendezvény. Elemi egyenlőtlenségről lesz szó, és annak az alkalmazásáról. Elemi szót azt egy kicsit rágogatom, az a helyzet, hogy én bízom benne, hogy lesznek sokan többen a középiskolások közül, akinek valami újat jelent ez az előadás, ezek a példák, amiket az itt lévő tanároknak főleg nosztalgiát jelent esetleg, mert ők az esetleg felső matematikai módszerekkel csinálták, vagy nagyon könnyen meg tudják csinálni. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy a felsőoktatásban tanítunk, akkor azért, hogy néha elgondolkozunk, hogy nagyon hasznos, hatékony módszerek vannak, differenciál, integrálás, amellyel egy csomó dolgot szépen meg tudunk csinálni, de azért, amikor valami elemi gondolat, tehát valami nagyon elemi egyenlőtlen, nagyon elemi kis gondolattal az ember megold egy példát, a nagy apparátus helyett, akkor egy kicsit mindig úgy érzi, mintha valami csiszolatlan gyémánthoz jutna, vagy valami drága körül lenne szó. Tehát ugye ez valószínű, hogy mások is így vannak. Tévedés ne essék, én 45 év óta differenciálok, integrálok, és azt tanítom, tehát csak ezt csinálom, már mondjuk jó, van két gyerekem is, de alapvetően csak ezt csinálom, tehát ezzel foglalkozom. Igaz, hogy nem is keresek annyit, mint egy banknál lévő biztosító, de én nagyon elégedett vagyok. Tehát nem becsülöm le a felső ezt a módszert. Csak azért ez olyan dolog egyébként, hogy hát azt hiszem, ha esetleg valaki a művészetben járatos, ugye, római híd Mostárba, vagy mostári híd. Én gondolom, hogy egy hídat le lehet fényképezni, le lehet rajzolni, és mindent tudunk róla. De hogy Csontváry megfestette, és azon gyönyörködünk, abban van valami olyasmi, ami valami művészet. És én úgy gondolom, hogy a matematika is közel áll egyébként egy kicsit a művészethez. Igen, volt egy nagyon kedvenc professzorom, sajnos már nem él, nagyon sokat tanultam tőle, Tandori Károly professzor, ővele sok interjút csináltak, minek az volt a lényege, ő így fogalmazta, a matematika szép. Nyilván hasznos is, meg egyébként a matematika szép. Ugyanolyan szép, mint mondjuk, mikor egy festő megkomponál valamit, és végeredményben, hogy ez a szépséggel kapcsolatban nincsen fönt, mert a könyvtárosunk Piroska révén tegnap jutottam egy olyan könyvhöz, amit gyakorlatilag, hát Euler égköve, úgy neveztek egy formulát, most lényegtelen, hogy értjük vagy nem értjük, hát mondjuk én nagyjából értem, de tehát ugye arról van szó, hogy ugye egy könyvet írtak erről, az E az az a bizonyos szám, majd még arról lesz szó, az I a komplex egység, és ez a P plusz egyenlő nulla. Ezt Euler égkövének nevezik. A szerző, aki egy férfi volt, a könyvét egy nőnek dedikálta. Amerikában szokás ezt, hogy mit tudom én, és ugye ő a következőképpen dedikálta Tupatrisa, tehát Patrisának, aki olyan komplex és gyönyörű, mint ez a formula. Hát aztán én nem tudom, itt akik ülnek nők, azok, hogy örülnének-e, vagy nem, én például nem tudom, milyen a komplex nő, valós nőkkel találkoztam már, de nem tudom. De ezen túl biztos, hogy fogok gondolkodni, hogy a komplex, de mindegy. Tehát, de ez is egy egész könyvnek a mondta, hogy olyan gyönyörű az az illető, akinek. Hát a Patrisát persze nem látjuk a képen, de én el tudom képzelni. Tehát gyakorlatilag, tehát, hogy a szépség, itt is egy matematikai formula, majd fogtok vele találkozni később. Szóval ezt ehhez lehet nyilván hasonlítani. Na most természetesen még egy dolgot azért mondok, hogy ti is emlékeztek rá nagyon sokszor, amikor egy példát megoldottak, hogy több megoldás. Hát miért nem örülsz annak, hogy egyszer megoldottad egyszer? Mit keresel több megoldást? Hát nyilvánvaló, a matematikus azt élvezi, ha több megoldást. Nem azt mondja, hogy a matematikus élvezni akar, akkor több megoldást keressen, de gyakorlatilag, ha akarja élvezni, amit csinál, akkor miért keres másik, harmadik megoldást? És pont azért, mert olyan gyönyörű, amikor elemi dolgokat egy kicsit csavargatunk, és kijön valami eredmény. Na most akkor egy csokrot fogok átnyújtani. Először is a honlapon minden megvan, semmit nem kell írni, és hát egy kicsit néha azért gyors leszek, mert ugye összesen fél óráról van szó, amiből már talán el is telt egy pár másodperc. Tehát aki úgy gondolja, hogy nem tudja követni, és esetleg kíváncsi rá is este, vagy bármikor otthon megnézheti, utána számolhat, utána gondolhat, ez az előnye az ilyen jellegű prezentációknak, hogy gyakorlatilag hát nyilván ezt lehet használni. Jó, tehát akkor a csokor az egy tőről fakad,
az az egy tő, az egy egyenlőtlenség, és hát 5-6 szál van benne, attól függ, hogy mennyi idő lesz. És akkor én úgy gondolom, hogy most már levethetem ezt a zakót, akkor a nyakkendőt is, a mikrofonok a tévé miatt pont úgy vannak elhelyezve, itt van az egyik, ha valaki, igen, nem is az egyik, és itt pedig be van dugva. Na tehát akkor nézzük, miről van szó. Mi ez az elemi egyenlőtlenség? Hát kérem szépen Bernoulli nevéhez kapcsolódik. Azt mondja, hogy... Na most az a helyzet, hogy András, itt görgetni szeretném, de valóban valószínűleg ide kellett volna ütni, ugye? Ja, most már görög, igen, bocsánat, igen, igen, görög. Na tehát, Bernoulli egyenlőtlenség, Bernoulli családfáját, matematika történet könyvek, 14 Bernoulli szoktak felsorolni, ez a Jacob Bernoullinek az eredménye. És egyébként a fizikában hallottok Bernoulliról, Daniel Bernoulliról, az mondjuk az unokaöccs volt, az fizikával is foglalkozott, de egyébként utána lehet nézni. Éppen jókor mondtam, és most már nem is folytatom ezt, mert biztos csinálnék valami hibát, mert Lukovics tanáról, matematika történetben foglalkozó kollégám megérkezett, tehát itt akkor a matematika történetet éppen befejeztem, hála Istennek. Na most akkor ugye az egyenlőtlenség micsoda? Elemi. Hát úgy gondolom, hogy ugye itt x nagyobb egyenlő mínusz 1, természetes szám, 1 plusz x az n-ediken, nagyobb egyenlő 1 plusz n-szer x. Ez azt hiszem tényleg nagyon eleminek tűnik. Bizonyítása sokféleképpen lehet, nem is annyira bizonyítása lényeg. Egyre nyilván igaz, teljes indukciót sokan ismerik, föltesszük, hogy valamely n-re fennáll, ugye 1 plusz x, és akkor utána mondjuk beszorozva, ez az indukciós feltevés, beszorozva mindkét oldalt 1 plusz x-el, kapjuk ugye ezt az n plusz 1-et a bal oldalon, jobb oldalon pedig hát egyenlő. És a szokásos módszer ilyenkor nyilván csökkentek, vagy ugyanannyi marad, ha az nx négyzetet elhagyom, és azt pontosan megkapjuk az egyenlőtlenséget n plusz 1-re. És az nx négyzet elhagyása nyilván még az is benne van, hogyha x egyenlő, csak akkor van egyenlőség az n nagyobb egy esetén, ha az x egyenlő nulla. Tehát ez gyakorlatilag, akinek ez a bizonyítás nem tetszik, az induljon ki ebből, azt hiszi, hogy ez egyszerűbb, pedig nem egyszerűbb, ezt mondjuk mindenki tanulja a középiskolába. Csak azért úgy zárójelben jegyzem meg, hogy Isten igazából ezt is teljesen indúcióval kéne bizonyítani valamilyen módon. Tehát azért, és akkor itt végénben tényleg csinálod azt ugye, hogy 1 plusz x-et hisz A helyére, B helyére, kivonod, és gyönyörűen egyenlőtlenséget csinálsz, nagyon szép, hogy ha x pozitív, akkor úgy csökkentem ezeket a tagokat, hogy egyet írok helyére. Amikor negatív, akkor még éppen úgy növelem a tagokat, hogy egyet írok helyére, csak hogy a növeltet beszorozva a negatív x-el épp megfordul. Ez gyakorlatilag, aki kíváncsi rá, részletesen nyilván meg tudja nézni. Na most akkor nézzük az alkalmazásokat. Alkalmazás ugye a következő. Hát az első kettő az nagyon rokon. Engem mindig gyerekkoromban nagyon érdekelt a dolog középiskolában, amikor egynél egy picit nagyobb számot vettünk, 1,1 ezred, és akkor tudjuk-e azt olyan nagy kitevőn, ugye elkezdtük ugye nézegetni, akkor még logaritmus tábla volt, azóta ugye lehet ezt a kis számológépen is nézegetni, hogy mekkora, milyen nagyra nő föl az 1,1 század az n-ediken, vagy 1 ezred az n-ediken, elérje mondjuk a milliót. Hát nyilvánvaló, hogy itt, ha megnézzük, itt ugye van egy elemi, de hát ez a másik is elemi, tessék nézni az alkalmazást, 1,1 század az nyilván a Bernoulli egyenlőtlenség szerint nagyobb egyenlő, mint ugye 1 plusz, mert ott van 1 plusz x az n-ediken, nagyobb, mint 1 plusz n-szer x, az x szerepét most a 0 az 1 század tölti be, ugye ez nyilván nagyobb, mint 16-kor, még azt is megkapjuk, hogy amennyiben ez az n nagyobb, mint n, akkor egészen bizonyos teljesül. Na ez rendben van, természetesen mondja valaki, hogy nem kéne Bernoulli, igaza is van, ugye mindkét oldalt logaritmizálom, az a kérdés, hogy az n-szer logaritmus 1 század nagyobb, mint 6, és hát ezt természetesen látoztunk, figyelve az hál' Istennek pozitív, tehát akkor ezt is megkaptuk, tehát rendben van. Na most akkor ez oké. Na most a másik kérdés, az sokas foglalkoztatott engem, és gyakorlatilag sokszor tanárjelöltek is beszéltünk, ez a következő kérdés. Az 1,1 század az n-ediken, de most arra gondolj, hogy egynél egy picit nagyobb szám. Ha neked nem elég kicsi az 1,1 század, akkor még egy pár nullát tegyél oda hozzá, és akkor az kisebb szám lesz. Nagyobb, mint mondjuk n a tizediken, nyilván n egyenlő egyre nagyobb, de az a kérdés, hogy együtt elkerüli-e ez? Ez egy exponenciális típusú képződmény. Elkerüli-e ez az n a tizediket mondjuk, vagy akár ide lehetne írni nyilván akármennyit n a századikont, vagy bármit. Ugye amikor én megkértem Vajda Róbert kollégámat, hogy rajzoljon itt a technikát figyelembe,
és technikát igénybe véve, hát ugye ez azért, ha látod, a mindennapi ember számára nem nagyon látszik az, hogy igen, ez a kék el fogja kerülni azt a pirosat, nem tudom mi ez, milyen színű, ugye, el fogja kerülni majd valamikor. Én legalábbis nem biztos, hogy elhittem volna középiskolás koromba. Nyilvánvaló, hogy persze itt most ugye lehet az 1,1 helyett valami mást is venni, de ez nagyon érdekes dolog, legalábbis engem ez nagyon érdekelt, hogy elkerül, és ha elkerüli, milyen ennek lesz biztosan. Nem kell megoldani, de... És akkor hát persze van egy másik sok, hogy megnyugtassak mindenkit, a kollégám csinált egy másik ábrát is, na itt már nagyjából igen. Tehát azért, amikor 9000 után vagyunk, és persze a földet függmérték 4,13-én, bele sem erre gondolni, ez mekkora szám egyébként, akkor már elkerüli. Na most ezzel a kérdés persze meg van válaszolva, most a matematikus ez nem elégíti ki. A matematikus arra gondol, hogy igaz akkor ez, hogy akármilyen egynél nagyobb számot veszek, akkor nagyobb, mint ennek a dikon. Nyilvánvaló, hogy ez az érdekes, ezt már a komputer, ezt már betenni a komputerbe, hogy á, nagyobb, egy, azt nyilván nem lehet, de ez érdekel bennünket. Én csak azért nem ezt mondtam, hogy nehogy a sok paramétertől már az ablakon ki akar nyúrani még itt az elején, bár a végén sem érdemes, de szóval ugye, hogy azért, ha villamosan ülsz, és valakinek elkezdett suttogni, hogy figyelj csak, legyen A nagyobb egy, és K pedig egy természetes szám, az nem biztos, hogy rá fog izgulni erre a témára. De ha esetleg valami olyasmiről van szó, hogy ugye kérdezik, hogy egy egész, mondjuk nulla, 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 egy nagy csomó nullát, és aztán egyest. Ez vajon, ezt föl tudjuk emelni olyan nagy kitevőre, mondjuk N-re, hogy akkor az mondjuk az N a... 10 a 10-en, a 10-en, és akkor elmehetsz akár meddig, ugye? Hogy akkor ez ilyen van. Ez nyilvánvaló, hogy komputerrel bármit gondol, hát nem tudom, mi az a határ, amit, amennyi nullát írhattunk volna ide, hogy azért még gyakorlatilag nem komputer is függ, de ha tetszőleg és átveszünk, most én viszont a bizonyítást Karnál professzor úrtól tanultam, aki én őtőle tanultam az analízist, hogy hogy kell tanítani, most nem, hogy kell, ő hogy tanított, és én is úgy tanítom. Szóval csinálom, hogy elő kell, én így tanítom is. Hát most már nem is fog tőle változtatni rövid időre, ugye? Mert hát most már nem sok... Jó, hát már van, csak már ugye a múltkor a dolgozatot írattam hallgatókkal, ezt már akik itt vannak, ugye tudják, hogy... És akkor egy kislány megkérdezte, hogy dolgozatestő, mennyi van még hátra? Hát én szeretnék még egy pár évet itt lenni. Nem úgy, hanem a dolgozatból, tehát ugye, tehát szóval és mert nem sokáig fogom már ugye tanítani, az is. És akkor tessék nézni ugye ezt a dolgot, először is jön a felső matematikai jellegű dolog, vettem mind a két oldal logaritmusát. Itt azért nem olyan triviális a dolog, ez egy őrült pici szám, a logaritmus egy egész, és mindig arra gondolj, hogy elvihetett nullát akár meddig egy csomó nullával, hogy vajon nagyobb lesz-e, mint log n per n. Valószínűleg a logaritmus n az nyilván kisebb, mint az n. Hát azt tudod, hogy a logaritmus 100, ugye az 2, nyilván kisebb, mint a 100, tehát nyilvánvaló. De hát ugye az a felső matematikában, ha például ezt az n-et fölteszem, hogy n négyük n, és tudod azt, hogy az n négyük n sorozat egyhez tart. Tudod, a logaritmus ugye folytonos. Logaritmusát veszünk. Folytonosság. Ezek azok a felső matematikai dolgok, amivel természetesen gyönyörűen kijön a dolog. Vagy megjegyzés, log x per x tart nullához, ha x tart végtelenbe. Csak a nosztalgia kedvéért az itt levő tanároknak. L'Hôpital szabály. Ugye? Tehát ez egy ilyen. Majd ha aki ide kerül, az ezt mit fogja tanulni. Na most nézzük akkor ehelyett inkább az elemit. Mert most megmondom az eleminél, hogy a Newton-féle binomiális tétele is nagyon szépen kijönne. Hát az nem tudom, az a számomra az elemi meg a felsőbb között van, de hát ezt majd eldöntött, hogy hova teszed. Próbálkozzunk a Bernoullival. Nyilvánvaló, hogy a matematikust a nemes lustaság jellemzi, azt mondta nekem az algebra professzorom, Rédei professzor, akit nagyon-nagyon szerettem. Hogyha eddig ugye ment az előbb a sima Bernoullival összehasonlítani, akkor csináljuk most is. A Bernoullit ezt adja, ugye? Nagyobb egyen, mint 1 plusz n szer 1 század. Kérdés, nagyobb ez, mint n a 10-en. Hát olyan nagyon ne kérdezgess, mert ugye azt hiszik, ne vagy normális, azt mondta, hogy tudjuk-e az n-et 1 századdal beszorozzuk, vagy nagyobb lesz az, mint n a 10-en. Nyilván nem lesz nagyobb, hát ez természetesen. Durvák voltunk, ez egy durva. Ez a Bernoulli egyenlőség egy durva. Ne dobjuk el a Bernoulli egyenlőtlenséget, és itt jön az, amit Kalmár professzor úrtól, én ezt őtől tanultam ezt a fogást, hogy szépen azt mondja, hogy tizedik, n a 10-en, akkor vonjunk 11. gyököt,
És emeljük a 11-re ezt a nyomorult A az N-edikent, mert én már csak A-nak nevezem azért, hogy lásd, hogy csak a számok, konkrét számok miatt van ez így. Akkor egy szépen, hát ugye itt van ez egynél nagyobb szám. Nagyon sokszor a matematikában teve módszer. Tettünk, vettünk, hozzátettünk, kibontunk egyet. Egy plusz, ez az egész meg az X. Az N-ediken Bernoulli működik. Gyönyörűen itt van, 1 plusz n-szer az az x, a 11-en, na még csökkentem, durván elhagyom az egyet. És akkor valószínű valamit nyomtam, amit nem kellett volna, de majd mindjárt reméljük, hogy... Ja, jó, jó. Na és akkor tessék, itt van. Ennek milyen szerencsém, hogy 11. gyököt vontam, igaz? Mert itt a 10-en. Hát nyilván azért vontam 11. gyököt. Gyönyörűen leosztok. Ha n nagyobb, átosztok ezzel, tehát gyönyörűen. És ugye látod azt, hogy most akármennyi nullát írsz ide és oda, akármit, ezt a, képzeld ezt a 10 milliót fölemelni 10 millióra is, ameddig az egeret nyomom, addig mind ott vannak a 10 millió, akkor is lesz ilyen szám. És gyakorlatilag ugye, hát ez végén azt jelenti, ugye, hogy végső soron, tehát mondjuk, nyilván, ha n nagyobb, ez nem föltétlenül éles, tehát ennél a 9000 adott esetben nyilván jóval jobb, de végeredményben ezt. Én úgy gondolom, hogy néha nem árt, ha egy kicsit a szám példán mutatjuk meg. Nyilván láthatod, hogy k plusz egyedik gyök, a, ez meg a mínusz k plusz egyediken. Ennyi a megoldása. Na most akkor. Jó, következő kérdés, alkalmazás. Következő. Számtani mértani közötti egyenlőséget mindenki ismeri. A két elemre azt tanuljuk, azt hiszem 9. vagy 10-ben lényegtelen. Na most akkor mi a helyzet? Nagyon sok olyan példa van természetesen, szélsérték problémák, ahol a több elemű számtörő mérteni középről kellene beszélni, ugye? Tehát azzal kéne foglalkozni. Már csak egyébként, ha úgy gondolod, hogy este nincsen, mivel játszol, vagy nincs mi dolgod este, akkor próbáld meg mondjuk azt a problémát megoldani, hogy egy henger alakú konzervdoboz, vajon milyen méretekkel, mondjuk egy liter a köptartalma, milyen méretekkel lesz minimális anyagfelhasználás? Tehát ilyen hosszú, vagy rövid, lapos. És akkor ezt, ha fölírod a célfüggvényt, és utána én úgy gondolom, hogy ezt a három elemű számtörő mérteni közepet meg tudom gyönyörűen csinálni. De emellett nyilván további példákat is lehetne mondani. Feladat akkor az, hogy hogyan tudom ezt bebizonyítani. Van egy kurzusom most egyenlőtlenségről, legalább 14 bizonyítást magamnak összeírtam, abból talán 5-öt adott el is mondtam a hallgatót, tehát rengeteg bizonyítása van. Kósihoz, Ríshez, szóval mindenkit. De most ennekem most ugye úgy gondolom, hogy nagyon egyszerűen meg tudom bizonyítani Bernoulli egyenlőtlenséget. Na kérem szépen, tessék, bizonyítás. Hát itt ugye, tehát a G az n-edik, erről nem feledkezünk el, ugye? Tehát az n-edik gyök. Jó. Akkor mondjuk a G1-et, G1-2 az 1-et definiál, G0 pedig legyen az 1, hogy itt a továbbiak szóval nem probléma. Tessék, Gn per Gn minusz 1 az n-edikem, de aggódj, nem lehet, mert ha nulla lenne, akkor valamelyik tényező nulla, és akkor triviális az egyenlőtlenség. Megint a teve módszer. Hozzáadok egyet, levonok, csak itt az x-et eddig kellett volna húzni, teljesen mindegy. Bernoulli egyenlőtlenség, rendben van. Másrészt, a gn-nek az n-edik hatványa nyilván maga a gyök nélkül az a1-től a n-ig. Ezt fölbontom n-1-re, ez is. Kapom azt, hogy ez a bal oldal éppen a n per gn-1. Rendben van. A kettőből akkor, ha összehasonlítom, kapom ezt az egyenlőtlenséget. a n plusz 1 per, beszorzom gn-1-jel, és akkor gyakorlatilag kapom ezt az alap. AN az nagyobb egyenlő, mint az. Innen most már kész vagyunk, mert ha végig zongorázol, N egyenlő, 1, 2, 3, és így tovább. Nézzük csak szépen. A1, A2, A3, és így tovább. AN. Gyönyörűen összeadom a bal oldalakat, a jobb oldalakon pedig teleszkóp. Ez nulla volt, ez kiesik, marad csak ez. Ugye? Marad csak ez. Átosztok, kész. AN nagyobb egyenlő, mint GN. Legalábbis ez nekem nagyon-nagyon tetszik, mert ugye egy olyan egyenlőtlenséghez jutunk csak a Bernoulli egyenlőtlenséggel, amelyik, és itt azért már arról van szó persze, hogy itt már az éles Bernoulli egyenlőtlenséget használtam. Jó, na most akkor ez rendben van, ez egy bizonyítása ennek. Na most, ami nekem nagyon tetszik, egy szép szélsőérték probléma. Később kezdtem egy picit a... Igen, jó. Egy szép szélsérték probléma. Na, hát ugye ennek van bizonyos története. 2 méter x 1 méter oldalú téglalap alakú karton papír, hát ez jó nagy, sarkoknál kirajzolt négyzetek kivágása után a szélek felhajtásával, ugye dobozt készítünk.
milyen oldalhosszúságú nézeteket kell kivágni, hogy a kapott doboz térfelé maximális legyen. Az ábra az ugye itt van, 2 méter, ez 1 méter, az a kérdés milyen X. Ezt Amerikában, amikor tanítottam, akkor ezt a példát ott ugye föladtam, és ugye akkor már Obama volt az elnök, és eljátszotta volna azzal az egyébként jó szóviccel, csak hát ugye angolul nem néz ki, ugye, hogy hogy kell főhajtani, hogy legtöbb barack férjen bele. Ugye, hogy esetleg Obamára is ugye gondoljunk, de hát ezt nem tudtam semmiképpen sem megoldani, de vissza is rémített valami attól, hogy 2006 őszén hívtatok oda tanítani, akkor nem tudtam kimenni, mert nagyon kevés volt az idő, és mondta, hogy év múlva kimegyek, és akkor október, november körül telefonáltak, hogy gyors, ki kellene menni januárba, mert egy kollégát helyettesíteni kellene, azt el kell küldeni az egyetemről, mert Nashville-Chicago között a repülőgépen egy fegyverrel hadonászott, és végig azt mondta, hogy hol az az Obama, lelövöm. És miért nem úgy ítélték meg az elmállapotát, hogy az egyetemről elküldték? Hát jó. Jó, most nem akarok, jó, igen. Tehát szóval van nekem vizsgálatok, ami alapján ilyen, és akkor a helyre, na ennek a helyére mentem én differenciál integrálást tanítani, nyilván, és ezek alapján már a barac szót már ki sem mertem ejteni, hogy akkor esetleg nyilván. Na jó, rendben van, megoldás, nagyon könnyű, nézd meg ugye, 2x az lesz az egyik oldal, egyből 2x, a másik 2x, és szorozva a magassága a doboznak x lesz, gyönyörűen, így van, kiemelem a kettőt, tehát ennek az fx függvénynek kellene a maximuma. Természetesen ugye a megfelelő határok között 0,1,2, mert hát ugye csak ha most ha 1 méter széles és 50 centit fölhajtunk, akkor már nem sok barack kér bele. Most ez differenciálással ásítozás közben megy. Tehát szóval egyszerűen a differenciálás persze olyankor, meg ha differenciálást tanítok, akkor meg akkor kell lelkesedni, hogy nézd, harmadfokú fogalmat sincs, de a deriválod másodfokú, annak kell az érus helyeit. De én most inkább úgy lelkesedek, ha lehet, hogy az elemi módszer Bernoulli egyenlőtlenséggel. Én nem olyan régen láttam ezt, hát jó lehet, hogy 20-10 éve, vagy ugye, amikor az ember az őskortól itt van, akkor már a nem olyan rég, az már nem. Elemi, nézzük a következő. Ennek kell a maximuma, harmadfokú. Hogy jön ide a Bernoulli? Hát az x köböt meg az x-et még csak értem, de volt nekem egy, de itt van a függvény. Ennek kellene a maximuma 0,1,2 között, harmadfokú függvény. Ennek gyakorlatilag, ugye mondom, ne derít elemi módon. És ugye milyen gyönyörű elmi gondolatok vannak benne. Először is eszembe jutott Rédei professzor, aki ugye tanított algebrából, hogy azt mondta, lehet, hogy az algebristák most másképp tanítják már, de azt hiszem ez a, hogy a harmadfokú egyenletet, amikor meg akarjuk oldani, először lőtt ki a másodfokú tagot. Minden harmadfokúból kilőhető. Ez például most úgy történik, hogyha x helyére t plusz 1,2-et írsz, ezt ki lehet szépen okoskodni. Hát nem, hogy be kell írni T plusz alfát, és akkor az alfára jön az 1,2, tehát nem csak okoskodni. És akkor T köbb mínusz T még ezt kaptam belőle. Hoppá, ez már harmadfokú és lineáris van. Itt már van valami keresni valóm Bernoullival. Azaz, grafikonban ezt kéne meghatározni. És vigyázz, ennek a maximuma kell. Bernoullival én a pozitív T-kre vadászok, tehát ha ugye egyetértesz, hogy ez egy páratlan függvény. Ha megvan a minimuma itt, akkor a, mondjuk T0, akkor a mínusz T0 lesz a maximuma. Tehát elég meghatároznom a minimumát, mínusz T0, keresünk a GT maximumát, ugye a minimum, akkor a mínusz T0 lesz a maximum. Tessék, na most jön a Bernoulli. Tekintsük a következőt. Y helyére érünk 1 plusz Z-t. Be kell hozni a Bernoullinek az 1 plusz Z-s alapját. A köbön nagyobb egyenlő, mint 1 plusz 3 Z. Nagyon jó. Visszajönjük az Y-t. Y nagyobb nulláról van szó, ugye ebben az esetben? Aha, Y köbb mínusz 3 Y-ról mit kaptál? Minden pozitív helyen gyakorlatilag az Y köbb mínusz 3 Y nagyobb egyenlő mínusz 2. Tehát megoldottuk a harmadfokú kifejezés minimum problémáját. De hát nem azt, amit kellett volna, mert hát igaz, hogy itt minimum mínusz 2 a minimum, de nekünk nem 3 van, hanem 1/4. Ugye nekünk az kell, hogy mit 1/4. Hát akkor gyakorlatilag ugye ennek a t köbb mínusz 1/4 t kell. Hogy lesz a 3-ból 1/4? Hát gondolom úgy is, hogy 11/4 kivonunk belőle, de inkább azt csináljuk, hogy csináljunk ebből a 3-ost. Ez egy gyönyörű gondolat. Szorozzuk be t köbbel, azért ugye, hogy itt az y köbb mínusz c nézet. Mikor lesz ebből a valamiből itt 1/4? Hát amikor c egyenlő, 1/12 pozitívnak vegyük a c-t. És akkor abban az esetben a bal oldalt beírva ide a megfelelő
CY helyére ugye ezt a T-t, akkor arról van szó, ugye, hogy ez lesz a minimum. Tehát megoldottuk, hogy ez a minimum. Hol lesz, hol veszi fel a minimumot? Hát ott a Y-egyenlő 1, de láttad ugye, hogy CY-egyenlő T. Az Y-1, akkor az C. Tehát a C-nél veszi fel a minimumot. Tehát akkor lesz maximum hely a GT-nek, amikor a mínusz 1 per gyök 12, és akkor gyakorlatilag ezt megnézve, körülbelül 21 centit kell fölhajtani. Ebben az a gyönyörű, ugye, hogy a Bernoulli először harmadfokú lineáris, és ez minden harmadfokúra megy. Hogy mindre. Hidd el, hogy mindből kilőhető az x négyzet. És mi van akkor, ha plusz egy negyed? Hát akkor nem sokat szoktunk vele foglalkozni, mert akkor gyakorlatilag van ez a harmadfokú, meg van egy lineáris, ha két függvény szigorúan nő, akkor az összegének ne keresd a minimumát, meg a maximumát se. Tehát csak a negatív érdekes. A Bernoulli meg a negatív jön be. Úgyhogy ez én szerintem nagyon gyönyörű. Azt tanácsolom egyébként mindenkinek, hogy ha esetleg van bölcsész vagy jogász beütésű barátnőd, akkor, már itt a fiúkról beszélek, akkor este próbáld meg a randi után ezt a problémát vázolni neki. Na most ugye vagy többet nem látod, hát ugye ennek is lett persze. Ennek is lehet előnye, vagy egész este azon rágja a fület, hogy még egy példát, még egyet, még egy függvényt. Hát ez nyilván kétes az dolog, de ez olyan, hogy most nem tudok több időt szánni arra, hogy lelkesedjek róla, de ez persze szemtéméleteli középpel is megy a dolog, de ez egy nagyon gyönyörű dolog, ugye, és persze természetesen 5-5 fokú, meg egyébre is át lehet vinni a dolgot. Na most akkor kérem szépen, maradt még egy olyan szűk 10 percem. Azért a sorozat majdnem 40-kor kezdődött, tehát 10-ig hadsítanak. Klukovics tanulnak mondtam, hogy amennyivel többet tartom percenként, tehát valami testi fenyítést, bizonyos rugásokban megegyeztünk, ami egyébként kellemetlen nekem, és mondtam neki, hogy percenként egy rugás, nem az a fél percenként. Tehát annyira kell vigyázni az időre. Na tehát, szép sorozat. Ugye arról van szó, jó, hát ez ugye a... Összeadom a számokat egytől endig, ennyire leosztom, kiderül egy-kettet. Ezt középiskolában sokszor lehetett látni, akár integrálás, bevezetésnél. Nézetösszegeket osztom ugye enköbbel, akkor ugye erről van szó. Akkor ha a köböket összeadom, még mindig az a jó, hogy meg tudom adni zárt alakba ennig, ennégyzetnek, enköbb. De mi van, ha akár, ugye a matematikus mindig kérdez valamit. Mi van, ha akár tetszőleges természete, nagy természetes szám? Akkor mi az zárt alak? Az egy bonyolultabb dolog. Akkor is igaz, hogy k plusz 1-hez fog tartani? Tehát ez ugye ez, hogyha ez megmondom egyébként integrálási probléma, az x a k-adikon függvény 0-1 fölötti integrálától két dolog van. Ez is nagyon szép. Vagy azt mondom, hogy definícióval csak úgy tudom meghatározni, ha ezt megoldom, vagy fordítva, ha már tudok valahogy integrálni máshonnan, akkor ezt úgy tudom megoldani, hogy integrálok. Tehát ez is egy nagyon szép dolog. Na, csak nagyon gyorsan, ugye van itt egy segédtétel, ami önmagában érdekes, ezt ugye lemmának is szoktuk nevezni, segéd matematikában. Tehát ugye, ha összeadod egytől k-ig, az durván n a k plusz egyediken típusú, csak itt n van, itt meg n plusz 1. Tehát nagyjából a kettő közé esik. Nyilván, ha leosztod n a k plusz 1-el, akkor ez fog tartani nyilván ez 1-höz, az pedig 1 plusz k plusz 1-hez, tehát a segédtétel bizonyítása a lényeges. És hol van a Bernoulli egyenlőtlenség? Hát nem tudom, ja igen, itt van, tessék. Ott a B betű. Bernoulli, beszorozva n a k plusz 1-ennel, hidd el nekem, többször átszámoltam, kifejezve az n a k-adikont, kapunk egy gyönyörű egyenlőtlenséget. Ez a bal oldal kisebb, mint az n a k, és kisebb ez. Innen véve 1-2 n-re összeadva, ez természetesen, akkor meg ki tudod számolni otthon, a bal oldal és a jobb oldal, tehát pontosan ezt a teleszkópis összeget adja. Ez az integrálással kapcsolatos. És végül az utolsó probléma, egy érdekes sorozat. Erről van szó, ami ugye már itt ugye már szerepelt. Ugye még a 17. században már ugye a kamatos kamatnál, ugye azt tudod, hogyha mondjuk 8%-os kamatra teszed, akkor az év végén az mondjuk egy egységnyi pénz, akkor az ugye 1,8% lesz. Ha fél éves kamatozása, akkor itt 2-vel el kell osztani, ha havi, akkor 12 a 12-en, ha napi, akkor 365-en, és még lehet tovább folytatni, áttérve a folyamatos kamatozásra. Nyilván érdekelte mindig a matematikusokat, hogy ez a növekedés növekszik-e, tehát érdemes-e esetleg, mit tudom én, fél éves kamatozású, és azért korlátos-e ennek, meg a bank örül, de hát azért ráadásul ugye nyilván is kiderül, hogyha meg akarod találni folyamatos kamatozással ezt az összeget, akkor így van egy szám, amit ha fölemelsz az
erre a bizonyos 0,8%-ra, akkor pontosan megkapta az bizonyos összeget. Euler is foglalkozott, Bernoulli is foglalkozott vele, egyébként nagyon sokat, Euler sok szám, kis számolta, csak azt akarom megmutatni, hol a Bernoulli egyenlőtlenség. Itt van, tessék. Most a monotonitást akarom. Bernoulli, szorzom ennel, átosztok, N-1, és kész. Nézd meg az elejét. Ez az AN, az nagyobb egyenlő, mint AN-1. Valóban nő. Tessék, a másik korlátossága, tehát, hogy van olyan szám, amelynél kisebb. Ugyanezt feladom, az a házi feladat, ezt szoktam a hallgatóknak, hogy ezt nem kell, ez azt jelenti, hogy ha felébredsz reggel, és más nem jut eszedbe, ez az a rövidítés, tehát nehogy azt higgyétek, hogy itt az életemben vannak házi feladatok, csak hát ugye ezt mi szoktuk megcsinálni, nem megcsinálják a hallgatók, persze. Tehát a csökkenést megcsinálod ugyanígy, utána már a korlátosság nagyon könnyű, mert ez nyilván kisebb, mint ez, és veszed az n-egyenlő 2 helyén is akkor. És végeredményben, tehát ez konvergens, valahova tart, ahova tart, hát a pi-vel és az e-vel együtt gyakorlatilag a matematikusok számára a legtöbb gyönyörű problémát, hogy racionális, irracionális, transzcendens, akkor az azt jelenti, hogy nincs algebrai polinom egész együttatós, aminek a gyöke lenne, akkor még a múltkor azt olvastam, azért még ez biztos igaz, hogy az e plusz pi-ről még nem tudjuk, hogy... Régen azt olvastam, hogy még azt sem tudjuk, hogy irracionális vagy nem, de azt lehet, hogy tudjuk, hogy a transzcendens, azt még legalábbis még nem tudjuk állítólag. Azt se tudjuk, hát akkor nagyon örülök neki. Na tehát akkor végeredményben rendben van. Ezt a hat alkalmat akartam elmondani. Befejezésre egy természeti képpel élnék, hogy értékeld az elemi bizonyításokat nagyon. Ezt az hallgatóim, akik itt vannak, már nagyon sokszor hallották, de látva vannak itt újak is, újszületnek ugye minden, ha nem is vicc. Tehát, hogy amikor egy problémát a nagy ágyúval meg tudsz oldani, neki mész unalmasan a deriválásra, integrálásra, nagyon sokszor, amikor azzal kell, vagy pedig gyönyörűen ugye megoldod, ez nyilván ahhoz hasonlít, mint amikor egy fiú udvarul egy kislánynak, és akkor egy szálvirágot akar a domboldalról becsempészni a szobájába, és akkor szépen egy markológépet kibérel, fölmarkolják, ott a másfél méter kő, benne a virág, SMS, marcsa, megy a virág, és akkor ha el nem ugrik, akkor ott valahol ott van. Ez a nagy apparátussal való megoldás. Mi a másik? Mi a gyönyörű? Hát szépen a fiú, fölmászik a lány kedvéért a dombra, és le szakítja a virágot, bekopogtat, és így szépen átadja neki, és még lehet, hogy egy puszit is kap, amúgy esetleg csak a kamionos, vagy nem tudom még markológépes. Tehát azt javasl, azt tanácsol, azt kívánom mindenkinek, hogy elemi matematikai bizonyítások formájába minél több ilyen virágot nyújtson át és kapjon. Köszönöm szépen! Ooh.